A Rishántuló Malomban vagyunk, dr. Fazekas Sándor főnösi miniszter úr nézte meg a újraindult Rishántulót, hiszen a tulajdonosnak vannak tervei beruházásokat és munkahelyeket szeretne itt idehozni a városban. Mit szól a beruházáshoz? Újra munkálatok folynak a karcagi Rishántuló Malom telephelyen ahol a Szatmári Malom Kft-nek a munkatársai dolgoznak, és a cél az, hogy itt a raktározási kapacitás, a, akár egy kukorica malom is beindulhasson. Eddig mintegy 55-60 millió forint az, amit felújításra fordítottak, és már jelentős mennyiségű kukorica, illetve napraforgó betárolása is megtörtént. Én nagyon örülök annak, hogy ez a régi telephely az újra életre kelt, és bízom benne, hogy lesznek olyan fejlesztések, amelyek, ha nem is a rishántolást, de akár a csomagolást, a termelést, illetve a kéztermék előállítást szolgálják, és így új munkahelyek jöhetnek létre. A célcsoport tulajdonában került a másik malom is. Ott is voltak már beruházások, sok mindent felújítottak. Ez is gondolom, hogy fontos, hogy a két malom egy kézben van. Örveletes dolog az, hogy a régi Hungária Malom telephelyen, a Villamos utcán is a felújítások azok beindultak. Ott nagyon jelentős tárolókapacitáson, amelyet újra sikerült hadrendbeállítani, és remélem azt, hogy további fejlesztések is várhatóak. Nem könnyű újra kezdeni, hiszen itt közel évtizedes tetszhalotti állapot több tulajdonos volt, hát nem a leghatékonyabban használták fel ezeket a dolgokat, tehát nem volt igazán élet ezeken a telephelyeken, de most új munka Helyek jönnek létre, és remélem, hát hogy minél nagyobb számba lesznek majd itt alkalmazásban karcegek, illetve a környező gazdák számára is fontos az, hogy itt a raktározás beindult, a tárolás beindult, hiszen így a termékeiket itt el tudják helyezni, illetve meg tudják vásárolni tőlük. És abban is bízhatunk akkor, hogy újból lesz karcagi nevezett ülizt, amit jelen karcagon lesz megörölve, és itt termelték. Hát én remélem, hogy ez így lesz. A cégcsoportnak a tulajdonában a török szentmiklós is, tehát a kunsági liszt az biztos kezekben van. Ezek olyan értékek, amelyekre biztos lehet számítani, de a karceg lisztre pedig szükség van. Köszönjük szépen! Köszönöm! Miniszter úr már a szatmári cégcsoportnak a nevét, Szatmári Zoltánnal beszélgetünk. Nem mindenki tudja, hogy ez a cégcsoport mit akar, kérem pár mondatban mutassa be önöket. A szatmári cégcsoport nem egyszerű bemutatni, mert, mert, mert elég nagy a cégcsoport. Négy búzamalmomban örlünk jelen pillanatban. Karcagot azért vásároltuk meg, hogy a környező gazdáktól első főleg buzát tudjunk vásárolni, és azon kívül megvásárlásunk célja az volt, hogy bővítsük a portfóliót. Szeretnénk egy kukorica malmot építeni a hántoló részén. Ezt mindenféleképpen szükségünk van, mert sima liszten kívül durum lisztet is szeretnénk örölni, rost is örlünk, és szeretnénk kukoricát is örölni. Ezzel lenne kiegészítve a cégcsoport úgy tudom, hogy Szegeden épül majd a durom tehát feldolgozó malom, tehát az egy új lesz. Itt viszont felújítanak, és a városban az beszélték sok helyen, hogy teljesen kürítették, kifosztották ezt a két malmot. Mi most itt azért sok mindent láttunk, körbevezettek bennünket. Mondja el, hogy milyen állapotok vannak itt. amikor átvettük a üzemeket, akkor több éve, 5-6 éve ezek az üzemek álltak. Neki fogtunk, és az első évben a tervünk az volt, hogy tárolásra tudjuk használni az üzemet, mert nagyon nagy a kapacitás. A két üzemben 50 ezer tonna termény tárolására alkalmas. Első lépés az volt, hogy ezt fölé leszünk. A következő évben mindenféleképpen szeretnénk a rizscsomagolást elindítani. Ennek jelen pillanatban most vannak a tervei későbbiekben pedig 2017-től pedig a kukoricamalmot szeretnénk fölépíteni, hogy ezzel kiegészítsük a portfóliónkat. az üzem az elég rossz állapotban voltak, jelen pillanatban minden megvan, tehát nem üresek voltak a üzemek, de nagy része sajnos felújításra és nagy régi gépeket cserére szorulnak. A másik malomban, tehát az zöldön malomban azért már a silókat felújították, sok kisebb apróbb, de azért jelentős munkát végeztek ahhoz, hogy egyáltalán a felvásárlást, a búza nyáron el tudják indítani. Ott már többen is dolgoznak, kb. hány embert szeretnének foglalkoztatni. Jelen pillanatban 8 ember dolgozik nálunk főállásban. A rizs szintén 8-10 embert foglalkoztatta, ha elkészülne a kukoricomalom, az plusz 25 embert jelentene. Itt láttuk, hogy azért visszajöttek azok a dolgozók, akik évtizedekig itt dolgoztak, és azt gondolom, hogy sokan várják még a megkeresésüket, akik jó szakemberként innen mentek el, és szeretnének visszajönni. Igen, igen. Nagyon lényeges volt nekünk az, hogy olyan embereket vegyünk föl, akik a telephelyeket ismerik, mert nagyon sokat jelent azt, hogy mi hol van, és ők tudják, ez volt a fő célunk, és természetesen ö, szeretnénk másokat is felvenni. Tehát ö, mindenféleképpen, tehát ez a célunk, hogy embereket foglalkoztassunk. gondolom, hogy az új technikához azért kellenek a fiatalok is, akik ahhoz értenek. Reméljük akkor, hogy hamarosan beszámolhatunk arról, hogy újabb munkahelyeket tudnak teremteni. Igen, igen, az új technológiákhoz, számítógépek működtetik a rendszert, ezek közül mindenféleképpen fiatalok is, középkorosztályunk, mindenkire szükségünk van, tehát nem válogatunk. Annak örülünk, hogyha minél több embert tudunk foglalkoztatni. Jó munkát kívánunk önöknek, köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen a kívánságot, és mindent el fogunk követni, hogy itt megérdemelt vállalkozás fogjon működni.